Közben felkonferálom Mocskai László Tocskai Lacit, aki az Oander alapítója és vezérigazgatója, és a fejlesztési kihívásokról fog nekünk beszélni a következő 20 plusz 5 percben a kérdésekre. Tiéd a szó, Laci. Szervusztok, jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon örvendek, hogy itt lehetek. Fejlesztés témában eszméletlen sok mindenről lehetne beszélni. Igyekeztem egy-két témára leszűkíteni a mondandómat, és igyekszem röviden elmondani, jó sok szlájdom van egyébként. Úgyhogy neki is ugranék. Egyébként 15 éve foglalkozom webbel, ebből most már bő 10 éve kereskedelemmel. Krisztiánékat is régóta ismerjük, Illéséget is régóta ismerjük, még különböző exporttal foglalkozó konferenciákról is egyébként. Úgyhogy ugorjunk is neki. Kívásokról és lehetőségekről szeretnék beszélni. Először nézzük meg egy kicsit azt, hogy merre tartanak a kereskedő multik a régióban. Ugye itt most mindenki multi akar lenni, multinacionális cég szeretne lenni, országhatárokon keresztül szeretnénk kereskedni, és ezt digitálisan szeretnénk tenni. Nagyon érdekes, hogy most jött ki a GKI Digitalnak az e-top listája pont a múlt héten, és elég intenzív ismertségi fölényt mutat egyébként az országban. Különböző külföldi szereplők javára sajnos, tehát nagyon úgy néz ki, hogy mindössze 2 darab magyar tulajdonú cég van a top 15-ben, ami még engem is meglepett egyébként, de azért mi erre számítottunk. De egyértelműen egyébként a külföldi multik diktálják a versenyt. Hál' Istennek van két nagyon jó szereplőnk, az Extreme Digital és a Libri Bookline. Ugye őket most itt külön szedték, de hát ők azért inkább egy cégcsoport alá tartozónak mondhatóak. Na most régiósan van 3 ország, aki egyértelműen kiemelkedik a többiek közül. Mi úgy gondoljuk, hogy mind háttérképességben, mind fejlesztői tudásban a románok, a csehek és a lengyelek nagyon jók, a csehek kimondottan erősek. Tehát nem véletlenül, hogy Laci is mondta, hogy ott van a legtöbb egyfőre jutó webáruház. Én azt gondolom, hogy nem csak a vásárlóerő jobb a miénknél, de sokkal fejlettebbek is egyébként a felhasználóknak a képességei. Az Alza, vagy akár a Notinót, ha említjük, vagy a Kiflit, ezek már technológiai cégek. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki klasszikus kereskedőként neki látott elkereskedni, hanem ők a cég alapkrédójába, a cég alapképességeibe építették bele azt a digitalizációs tudást és képességet, amivel egyébként nagyon nagyot gurítottak az elmúlt években. Nyilván ezek nem most léptek piacra, hanem legtöbbjük nagyon sok éves múlttal rendelkezik. Mindemellett pedig, ha csak az ismertséget nézzük, nagyon jól látszik, hogy jelentős a globális konkurencia is. Lépjünk is tovább. Tehát ez a lokális fölény, ami mostanában meghatározó, nyilván azzal, hogy beléptünk az EU-ba, kinyitottuk a határokat, rengeteg autópályát építettünk, összekötöttük az országoknak az infrastruktúráját, ezzel rövidültek a logisztikai folyamatok, és egyszerűen könnyebb ide eljutatni a különböző árukat. Na most azt kell látni, hogy ezek a cégek többnyire egységesített technológiai, illetve folyamatautomatizációs háttérrel rendelkeznek. A kereskedelmi megoldásaik teljes mértékig integráltak és automatizáltak. Gyakorlatilag kereskedőből szolgáltatóvá, vagy ellátó szolgáltatóvá váltak, és ezek a háttérképességek nagyon jó alapot teremtenek ahhoz, hogy ebben a többiek előtt tudjanak járni. Mit jelent technológia oldalon mindez? Most elhangzik itt néha különböző konferenciákon, meg cikkekben, hogy a több csatornás működés majd sok mindent megold. Ez nekünk az a tapasztalat, nagyon sok olyan projekten vagyunk túl, ahol számos csatornát kellett számos országban összehozni, integrálni, összekapcsolni, és mi azt látjuk, hogy nem elég az, hogy sok csatornával rendelkezünk, hanem el kell jutni gyakorlatilag a most már mondhatjuk, hogy a nagyok által diktált ilyen omnichannel jelenből, ahol tényleg egy egységes cross-channel vagy csatornák közötti mozgást lehetővé tevő
komfortos vásárláson túlmutató képességeket tudnak hozni a kereskedők. Ezek a képességek egyébként alapvetően a valós idejűségben jelennek meg. A Unified Commerce-nek a lényege, hogy a vevő minden egyes csatornán, minden egyes ne is csatornákról, touchpointokról vagy érintkezési pontokról beszéljünk, ugyanazt az élményt kapja meg, mindenhol, minden egyes érintkezési ponton képben van a szolgáltatás azzal, hogy a másik ponton vele mi történt, sőt sokszor azzal is, hogy mi fog történni vele. Na most azt kell látni, hogy minél nagyobbak között versenyzünk, ez annál inkább a stratégia része, tehát egyre inkább szolgáltató képességekkel rendelkező cégekkel fogunk versenyezni. Ezek a cégek határozzák meg a jövőben azt a minimumot, azt az ellátási minimumot, amit nekünk hozni kell tudni, tehát tulajdonképpen ez lesz a gyors, pontos, egységes és átlátható kiszolgálás lesz az az alap, amit aki nem tud hozni, nem tudja megfelelően összehangolni a csatornáit, az hátrányt fog szenvedni egyszerűen. Na most ez valós idejűséget említettem, a skálázhatóság nagyon fontos, tehát hogy azt kell látni, hogyha több országra nyitunk, különböző intenzitással fognak működni a piacaink, sokszor fog előfordulni, hogy több országban egyszerre futnak kampányaink, például Black Friday-ek tipikusan nagyon sűrűn szoktak párnapos eltéréssel, vagy ugyanaznap több országban működni. Ezek a cégek, akik most csak ide raktunk pár nagyot, ők alapvetően sikeresek a kereskedelem automatizálásában. Ez nem csak szoftveres, hanem hardveres működést is jelent, tehát hogyha megnézzük akár az alzát a bemutató termével, érdemes elmenni, kipróbálni, aki nem tette volna. Vagy ugyanígy az adatközpontosításban is élen járnak, ez azt jelenti, hogy képesek voltak az összes érintési pont, vagy legalábbis az érintési pontoknak a nagy részét központosítani és központilag összehangolni, és ezáltal minden egyes végpontról információt szerezni a vásárlóikról, és nem csak a hirdetés oldalban gondolkodni adott esetben, vagy nem csak a kereskedelem oldalban, vagy vállalatirányítás oldalban, vagy adott esetben a fizikai eladási oldalban gondolkodni, hanem ezek között megteremtették azokat az összefüggéseket, tehát gyakorlatilag digitális összefüggéseket, ami miatt teljes rálátásuk van a kereskedelmükre, és el tudnak kezdeni olyan automatizmusokat felépíteni, amik lehetővé teszik azt, hogy egyszerűen nagyobb margint hozzanak el a piacról, tehát hogy nekik nagyobb a profit tartalmú. Nagyon érdekes egyébként, most pont az eltop lista kapcsán volt a Kiflinek egy rövid nyilatkozata, itt a végén azt mondta, hogy a fogyasztók szeretik a szolgáltatásunkat. És ez nagyon kulcs, hogy szolgáltatás, nem szimpla kereskedelemről beszélünk. Mondhatjuk azt, hogy arra lenne szükségünk, hogy több hazai, vagy több lokális operációval dolgozó digitális kereskedő múltink legyen, mert máskülönben alul maradunk, ugyanis azok a cégek, akik képesek több országot is lefedni, azok nagyobb vásárlók lesznek, ezáltal méretgazdaságosabban fognak tudni kereskedni, és jobb áraik lesznek, ami a webben még mindig egy nagyon-nagyon fontos tényező. Egy kicsit érdemes megnézni, hogy hol teremhetnek még babérok. Én azt gondolom, hogy például az elektronikai cikk, vagy a könyv az abszolút túlérett. Most az FMCG is e felé tart, a fashion is e felé tart egyébként. De viszont vannak olyan kevésbé érett termékkörök, amik ugyanígy egy-egy vertikumot képeznek, és még éppen feltörekvőve vannak. Most ezeket az jellemző, hogy általában bonyolultabb a termékszortimentjük, tehát nehezebb őket értékesíteni. Tehát mondjuk egy klasszikus fehér árut egy mosogatógépet sokkal egyszerűbb eladni, mint mondjuk egy laminált padlót. Hát egy laminált padló az egy tíztételes rendszerből áll, ahol mindenféle alátéteket, meg sarokelemeket, meg adott esetben ragasztókat, meg mindenfélét kell hozzá értékesíteni. Ezekhez konfigurált termékek, termékcsomagok, ilyen úgynevezett kötegelt termékek, meg egy csomó specialitás kell. Viszont aki képes megfogni ezeket a specialitásokat,
azok az ilyen nagyon nagy horizontális értékesítőkkel szemben olyan előnyre tesznek szert, ami régen a klasszikus szaküzleteket jellemezte. Tehát egy, hogy is mondjam, egy e-digitál nem fogja megcsinálni azt a kötegelt laminált padló rendszert akkor sem, hogyha egyébként elkezd majd egyszer építőanyagot értékesíteni, amit mondjuk a Diego meg tud magának csinálni. Tehát ez egy, szerintem ez egy tipikus kiugrási lehetőség. De ugyanilyenek a szolgáltatások, tehát hogy érdemes megnézni, hogy egy adott termékkörhöz köthető szerviz szolgáltatás, hálózat, szakember hálózat, oktatás, egy csomó olyan dolog kapcsolódhat a termékekhez, vagy termék utánkövetés, garanciás utánkövetés, ami egy adott vertikumnak a specialitása és tartós versenyelőnyt lehet ráépíteni. Nyilván ezek egyébként mind humán fejlesztése, mind pedig technológiai fejlesztése is járna. Egy gyors kérdés, amit itt Laci fog nekünk intézni. Az lenne nyilván látjátok, mi jelenti számotokra a legnagyobb kihívás a nemzetközi terjeszkedésben? Nyilván itt több mindent is még ide lehetett volna tenni, tehát a teljesség igénye nélkül írtuk össze a válaszokat, de néhány olyan tipikusat, amit sokat hangoztatnak a partnereink, azokat mindenképpen fontosnak találtuk ebbe belevenni. Laci, ezt te fogod zárni? A kolléganőm Zsófi a háttérben. Köszönöm akkor. Varázslatos kézzel. Megvárom a kitöltést. És köszönöm szépen mindenkinek. Elvileg egyébként ez úgy működik, hogy most már élőben látja mindenki az eredményeket, úgyhogy ez gyakorlatilag a zárás is egyben. Rendben. Na hát igen, az árak, tehát ez az, amiről beszéltem is, hogy a méretgazdaságosság az abszolút régiós kérdés lesz. A nemzetközi logisztika az pedig úgy gondolom, ugyanígy én is az egyik legmeghatározóbb dolognak tartom, és nagyon fontos teendők vannak így országos szinten ezen a téren, hogy olyan szolgáltatások alakuljanak ki, amikkel hatékonyabban lehet eljuttatni régiós szinten az árukat, és nem csak a saját termékeink árával, hanem a kapcsolódó szolgáltatásai sok ráépülő költségeivel is versenyképesebbek tudunk lenni. Ugye ez érdekes, hogy pont a Gábornak a statisztikái között is ez volt az első olyan tényező, tehát az áruhoz jutásnak a költsége volt az elsődleges olyan tényező, ami alapján elfordulnak a vevők adott esetben tőlünk. Úgyhogy ez egy fontos kérdés. Nézzünk egy kicsit az evolúciós lépcsőkről. Mi azt szoktuk javasolni, hogy először érdemes marketplace-en keresztül megnézni, hogy mik a lehetőségek. Ugye ők adnak nekünk egy platformot, viszonylag kicsik a belépési korlátok, kevesebb áruval is egész jó piasztesztet lehet végezni. Utána szoktuk javasolni azt, hogy angol nyelven is lehessen adott esetben rendelni, de ezért ez nem egy általános igazság. Vannak olyan termékkörök, ahol ez jól működik, van, ahol viszont csak a nyelvesítéssel lehet első körben beugrani. És vannak olyan speciálisabb termékek, főleg amik egy kicsit nagyobb bizalmat igényelnek, ahol viszont az országosításra is szükség van. Ez azt jelenti, hogy helyi nyelven, helyi valutában, leányvállalattal, helyi kirendeltséggel dolgozunk, illetve, ja bocsánat, az még nem feltétlenül, de már a piacosítás az mindenképpen ezt jelenti. És akkor a piac tesztnél rengeteg marketplace van. Tehát, hogyha beírják a Google-be, eszméletlen sok lehetőség jön ki, különböző szegmentekre, különböző marketplace-ek alakultak, így fashionben, do-it-yourself-ben, teljesen horizontális témákban, úgyhogy ezeket nagyon jól lehet feedelni, akár a webshop, vagy elkereskedelmi rendszerből, akár ERP-ből, vagy PIM rendszerekből is. Rendszerválasztás előtt mindenképpen szükség van stratégiára, tehát export stratégia nélkül ne válaszunk. Ennek egyszerűen az ok, hogy van előfordulható, hogy vannak olyan piacok, amikre nem ugyanazt a rendszert érdemes alkalmazni.
Ugye rengeteg dolog térhet el, amit rugalmasan kell tudni kezelni, pénz nem, valóta deviza, nyelv, akár az, hogy hogyan szereljük ki a termékeinket, másfajta kampányokat kell használni, a vásárlói szokások, hogy itt említették a többiek is, akár azt, hogy nem tudom, utánvétesebb inkább egy ország, vagy sokkal kevésbé, mint egy másik. A helyi háttérrendszereknek az alkalmazása, úgy itt azért adózási gondok is lehetnek, illetve hát a lokális szolgáltató partnerek, akár a banki, tehát pénzintézeti, vagy akár a szállítási oldalról is ilyenek lehetnek, vagy például szokták javasolni, hogy lokális, ha más nem, PR oldalon legalábbis lokális jelenlét is legyen. Na most sok kisebb piac, az nyilván több eltérés, és összességében azért magasabb korlátokat is jelent. Nyilván itt szokott mindenki játszani a gondolattal, hogy inkább sok kisebből egy-egy nagyobbat, tehát hogy régiós ország sokok, és próbáljunk meg a régióban gurítani, vagy kicsit long tailben célozzuk meg az EU-t. Erre is, arra is van példa, tehát van olyan ügyfél, aki 20 országban van jelen, és mindenhonnan egy kicsit hoz el, csak nyelvváltozatokkal, de van olyan is, aki teljesen lokalizált országshopokkal megy, és ott egy-egy országból hoz el többet, illetve van olyan is, aki azt mondja, hogy USA piac, és csak a morzsák kellenek, mert ott egy morzsa is akkora, hogy az izgalmas. Hát nyilván amióta fulfillment szolgáltatók, hát hogy is mondjam, kifortak az elmúlt években, azóta több lehetőség van saját, kevesebb saját beruházással is kilépni. Egy vagy több rendszer, alapvetően úgy gondoljuk, hogy egy-egy régiót egy-egy rendszerrel érdemes megcélozni, azért a régiók között vannak eltérések, tehát nekünk is van olyan ügyfél, aki külön installáción, tehát egy külön rendszerrel dolgozik mondjuk a Middle East régióban, és külön rendszerrel a közép-európai régióban. Egy rendszerről rengeteg mindent ki lehet szolgálni, tehát itt lehet különböző nyelvi nézeteket, különböző devizákkal, vagy akár csak mellette futhat egy katalógus adott esetben, vagy egy B2B shop egy másik országra. Lehet az is, hogy teljesen omnichannel, teljes bolthálózattal megcsinálunk egy országot, a másik országban csak egy webshop fut, vagy adott esetben csinálunk egy globális angol shopot. Tehát olyan rendszereket érdemes választani, amik erre képesek. Alapvetően ilyen a Magento is, az Adobe Magento, vagy ilyen a Shopify is, vagy szűkebb régió szinten egyébként nagyon kezdőknek bérelhetőve báruházak is, tehát most a Shopify is az egyébként, de nyilván azt kell megnézni, hogy az adott országcsoportra, amire lövünk, ott milyen szintű lokalizációja van a rendszernek, tehát hogy milyen integrációk állnak rendelkezésre, mert amíg egy nagyobb rendszerben általában meg tudunk oldani helyi fejlesztéseket, addig egy bérelhető rendszerben ez korlátozott. Ami egy érdekes dolog, ezt inkább a nagyoknak mondanám, tehát aki milliárdos, vagy ilyen több 10 millió eurós, vagy akár 100 millió eurós forgalmakban gondolkozik, annak valószínűleg szükség lesz valamilyen middleware megoldásra is. Azon belül mi már inkább alkalmazás hálózatokban gondolkozunk, ahol gyakorlatilag a különböző operációkat, különböző országokat, interfészeket, szállítókat, mindent külön-külön lehet skálázni. Ez azért fontos, mert ilyen nagy dinoszauruszát tudja kinőni magát, hogyha a rendszer, hogyha nagyon sok ország van az embernek, és onnantól fogva egy olyan üzemeltetési probléma lesz, ami akár évekre is megakaszthatja az üzletet. Tehát el kell kapni azt a pontot, ahol át kell állni egy skálázhatóbb modellre. És akkor a több országos megoldásokról még egy kicsit, mindenképpen javasoljuk azt, hogyha sok országot szeretnénk, legyen egy régió szolgáltató központunk. Itt nyilván el kell dönteni, hogy a fejlesztés központi, nem központi, mi alapvetően erre építkezünk legtöbb ügyfelünknél. Bizonyos marketing fejlesztéseket és egyébeket érdemes lehet lokálisan is csinálni. Egyébként pedig minél több országunk van, annál nagyobb a komplexitásunk, és annál többet kell skálázni. Kivéve, hogyha csak egyszerű nyelvi nézetekkel dolgozunk, az az egyszerűbb dolog, az a kisebb pénz, kisebb foci kategória. Egyébként pedig a humán erő az itt is, bár még úgy, ahogy a lokális
működésben is nagyon nagy kihívás, és fontos az, hogy a helyi jártasság az meglegyen. Tehát nem véletlenül terjeszkednek sokan a közelben, mert könnyebb kétnyelvű embereket találni. Tehát találni mondjuk lengyel-magyart, vagy magyar-románt, vagy ez nyilván egyszerűbbé teszi. Néhány ügyfél, az Alinda az például abszolút egy régiós siker, tehát náluk is nagyon jelentős hányada van a külföldi értékesítésnek. Ugye az iStyle mondjuk nem egy magyar cég, de 10 ország, több régió is, tehát Middle East is, Afrika is. Nagyon jól látszik az, hogy egy magentóról, meg köztes réteggel mekkora volumeneket le lehet fedni, és hány leányvállalatot ki lehet szolgálni. Vagy például a Diego most nyit régiósan, a Retro Jeans nemrég nyitott, elég komoly eredményeket érnek el, de például van romániai ügyfelünk is, a ProBeauty, aki például egy B2B szolgáltató. Azt látni kell, hogy mindegyik cégnek ezek közül van valami olyan előnye, ami miatt ő ezekben a régiókban jobb tud lenni a többieknél. Tehát például az iStyle-nál is bőven van kapcsolt szolgáltatás, illetve nagyon komoly összetett termék bázissal dolgoznak, tehát hogy messze túlmutat az, amit egy Apple termék megvásárlásánál ők hozzáadnak, mint bármelyik másik cég a piacon, tehát ők vertikumot csináltak az Apple termékekből. Az Alindánál iszonyat jó a kereskedelmi modell, a Diego is egy vertikum, és ők is az összetett termékekre mentek rá. A Retro Jeans meg a Vans ugye pedig ők saját brendes, illetve erős brand forgalmazói háttérrel rendelkeznek. Úgyhogy ez lett volna röviden, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és érdeklődve várom a kérdéseket. Köszönjük szépen az előadást, amíg bemelegednek az újak, addig hadd tegyek fel én is egy kérdést, hogy említetted, az nagyon érdekes része volt az előadásodnak, hogy el kell találni azt a pont, vagy jó eltalálni azt a pontot, ahol már érdemes beruházni egy komplexebb rendszerbe. Tudsz ezzel kapcsolatban kapaszkodók, ugye válasz nyilván attól függ, de hogy tudsz ezzel kapcsolatban kapaszkodókat adni, hogy mi az a pont, mondjuk egy árbevétel nagyságrendben, hogy hol van az, amikor már jelőre kell gondolkodni? Én azt gondolom, hogy be kell ülni azt az árbevételt, amit szeretnénk elérni. Tehát vannak olyan termékkörök, amiknél egyszerűen nem érhető el olyan árbevétel, hogy érdemes legyen nagy rendszert választani, ott sokkal jobb egy bérelhető. De aki szeretne magyar forintban mérve milliárdos árbevételt, ott onnantól mindenképpen legalább mérlegelés szinten már nagy rendszerekről fogunk beszélni. Itt szóba jöhetnek gyártói rendszerek is, szóba jöhet az egyedi fejlesztés is. Én azt gondolom, hogy azért érdemes egy gyártói rendszert választani, mert a nemzetközi, sokországos, úgynevezett multi-store előkészítés az ezekben a rendszerekben van meg. Úgyhogy mi ezért is, egyébként ezért is kezdtünk el például mi Magentóval, vagy magyarosan Magentóval foglalkozni még 10 évvel ezelőtt, mert ezt láttuk, hogy Magyarországon az lesz a kihívás, hogy képesek legyünk lefedni, nem tudom, 7-8-10-10-valahány országot is akár egyetlen rendszerről, és az gazdaságosan egyébként üzemeltetni. Köszi. Közben bejöttek az első kérdések. István kérdezi, hogy az export induláshoz shop rendert ajánlasz-e? Ez méretfüggő, tehát ezt részben talán meg is válaszoltam, de azt gondolom, hogy ha valaki ilyen pár százezer eurós kategóriákban, vagy akár 1-1 millió euróban gondolkozik, akkor szerintem vagy valamelyik hazai, tehát shop renter unász, amiben érdemes gondolkod, mind a kettőn egyébként nagyon jó példák vannak. Ha eleve mondjuk csehpiacra szeretnénk, akkor ott is van helyi bérelhető, amit érdemes megnézni, nyilván ott a helyi integrációkból sokkal több lesz. Az elején még el szokott férni több rendszer is, aztán később, hogyha már sokat kell hozzáfejleszteni, hogy a bérelhetőköz nem nagyon lehet hozzáfejleszteni, ezt azért tudni kell, de egy bizonyos méret fölött megéri saját ráfejlesztésben gondolkozni, na ez az a méret, ez a fél egymilliárdos kategóriától fölfelé. Onnantól fogva a bérelhetők el fognak fogyni, kivéve ez alól egyébként a Shopify-nál talán a Shopify Plus, vagy vannak ilyen óriás cloud megoldások, csak ezeknek nem nagyon van magyar támogatásuk. Illetve igazából az amerikai piac abban különbözik a magyartól, hogy az amerikai üzletemberek, vagy egy nagy egységes piacról van szó, azt szokták mondani, hogy inkább alkalmazkodunk a rendszerhez. A közép-európai embereknek azt szokták mondani, hogy alkalmazkodjon hozzánk a rendszer.
Most minél kisebb az ember, annál inkább azt mondom, hogy próbáljon meg amerikai lenni, és alkalmazkodjon a rendszerhez, és minél nagyobbat fog gurítani a következő 2-3 évben, tehát hogy tudja, hogy már eléri ezt a magasabb árbevételt, webes árbevételt, annál inkább kezdjen el inkább egyedi dolgokban gondolkozni, mert ott lesz, ott fog tudni versenyezni. Köszi szépen, közben Ormózol is hozzászólt, hogy exporthoz minden bérelhető jó multiszt, mindegyik bérelhető jó multisztorban is, úgy tudom. Igen, hogy ez a UNAS Shoprenter, és egyébként a cseh, említetted a cset, hogy a Shoptet, aki nem hivatalosan idén lépett be Magyarországra. No. Úgyhogy hogy igen, egyébként pont az integráció nagyon fontos, hogy egy magyar központú cég számára fontos az, hogy nem tudom, a számlász.hu-hoz tud integrálni, és akkor ilyen egész jó, kényelmi, ilyen gyors nyereségek, hogy úgynevezett quick win-eket tudsz bezsákolni, mint hogyha elkezdenél egy külföldivel egyezkedni hasonlóról. Igen, igen, abszolút így van. Meg hát egyszerűen az van, hogy egy bizonyos árbevétel alatt az, hogy tudunk nőni mondjuk 3%-ot egy fejlesztés miatt, az nem hozza vissza a fejlesztésnek a költségét. 100 millió forintnál 3 millió forintos árbevétel növekedés, annak mondjuk a profit tartalma 1 millió forint, 1 millió forintból mondjuk nem fognak megcsinálni egy egyedi futárintegrációt, vagy nagyon recsegve, és már is elúszott a profitunk. Tehát hogyha mondjuk egy éves megtérüléssel számolunk. Tehát hogy így kell ezt mindig számolni. Egyébként az, nekünk az a tapasztalat, hogy azért egy néhány százalékot a teljes árbevételből rá szoktak költeni a különböző ügyfelek a webjükre. Sok év operáció és sok év együttműködés után ez le tud csökkenni. Annak, aki meg több év lemaradásba lép a piacra, annak meg ez a többszöröse.